Vendégem Kobol Tamás, aki a Horn kormány idején fölényes győzelemmel megnyerte a 94-es önkormányzati választásokat, elég magas szavazati arányjal, előtte köztudomású, hogy alpolgármester voltál. Én azt hiszem, hogy itt Miskolcon téged nem is nagyon kell bemutatni, és ha megengeded, akkor minden életed végig kiáll neked a cím, mindvégig polgármester úrnak fogra szólítani, tegeződve, mert mintán az ismeretségünk elég rét végig. Hogy kerültél te bele a politikába? Hiszen nem voltál főnök se. Én gondolom, hogy ez a neveltetésemnek is köszönhetem, mert a szüleim úgy neveltek engem, hogy nem csak a magunk, a családunk dolgaival kell foglalkozni egy embernek, hanem a közdolgaiban is részt kell venni. És azt hiszem, mikor szabaddá vált a légkör Magyarországon, akkor hát úgy éreztem, kötelességemnek is tartottam, hogy én, aki eddig képviseltem azt, hogy egy ember részt vegyen a közdolgaiban, egy polgár, akkor elinduljak a önkormányzati választásokon. És elindultam 90-ben. Sőt, úgy tudom, hogy országgyűlési képviselőnek is jelöltek volna előtte. Én mindvégig visszautasítottam az önkormányzati képviselőséget, vagy bármilyen állami tisztséget, mert én Miskolc javáért akartam dolgozni, én Miskolcon éreztem otthon magam, ezt a várost szeretem, az itt élőket, és én nem kívánkoztam magasabb pozíciót betölteni. Igen, csak sokan mondogatták, hogy ha valaki egy polgármester is, meg országgyűlési képviselő, akkor nagyobb az érdekérvényesítő képessége. Te másképp gondoltad? Én teljesen másképp gondoltam. Én úgy gondoltam, hogy ha becsületesen akarom vinni a dolgokat, és valóban az itt élőket szolgálni, akkor egy fenékkel csak egy lovat lehet tisztességgel megölni. És ami engem meglepett, legutóbb találkoztunk 2019. októberében a önkormányzati választásoknál. És nem kimondottan kampánycéllal, de vállaltad, hogy Kári Sándorral együtt kiálltatok Veres Pál mellett. Ez engem nagyon meglepett. Hát ennek nagyon egyszerű oka van. A magyar belpolitikai helyzet, hát most azt a szót fogom használni, hogy szörnyű valójában, most akár baloldalt nézek, akár jobboldalt nézek, tehát elkanászosodtunk, hogy így mondjam, és nagyon korruptá vált az ország. Én átgondoltam ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy olyanokra adni a szavazatot, bármilyen oldalon is álljanak, akik rátették a közvagyonra a kezüket, olyan politikai pártok, mozgalmak vagy személyek, teljesen mindegy, azokat egy keresztény ember, én kereszténynek vallom magam, vagy igyekszek az lenni, keresztény ember jó lelkiismerettel nem támogathat, ezért döntöttem úgy, hogy egy független polgármesterre adom a voksomat, a választások során őt fogom támogatni. Hát remélem, hogy az elkövetkező évek majd igazolják a választásunk. Tehát jó volt a szimatod akkor. Hát ezt még nem tudni. Majd a következő önkormányzati választásokig eltelendő időben majd látni fogjuk azt, hogy jó volt a szimatom, vagy nem volt. Hát én büszke vagyok, és megtiszteltetésnek érzem, hogy mi majdnem egy évtizeden át együtt dolgozhattunk, én, mint a Déli Lapnál, és az önkormányzati tulajdon te képviselted a Déli Hírlapban, még alpolgármesterként is. És nekem az a véleményem, hogy azon kevesek közé tartozol a politikusok közül, aki nem volt egy megosztó személyiség. Tehát tulajdonképpen nem is nagyon voltak tisztában azzal, hogy te melyik párthoz tartozol. Tehát gyakran megfordultál piacon, Tesco-ban, itt-ott bevásárló központokban, plázában, és bárkivel szóbáltál, bárki leszólíthatott, bárki elmondhatta neked a gondját, baját, és azt hiszem az ajtód is nyitva volt a polgárok előtt, mindvégig. Amikor engem először megválasztottak 94-ben polgármesternek, azt hiszem az első gondolatom az volt, amit a
miskolci polgárok felé üzentem, hogy én mindenki polgármester akarok lenni, tehát nem csak a jobboldaliaké, nem csak a baloldaliaké, vagy olyanoké, akik sehova nem tartoznak, tehát mindenki, és én ezt magamra nézve kötelezőnek tartottam, hiszen ebben a városban sokféle ember él, sokszínű ez a város, és ez a sokszínűség csak jót tesz ennek a városnak, tehát ha adjuk, hogy az emberek kiteljesedjenek, teljesen mindegy, hogy milyen politikai nézetük van, ez csak a város hasznára fog szolgálni, és az itt élők anyagi, szellemi, testi jólétét fogja gyarapítani. Én, ha jól emlékszem, ott voltam azon a kampány megbeszélésen, illetve ilyen kampány rendezvényen, és arra is emlékszem, hogy elmondtad, hogy a te időthöz nem fűződnek olyan látványos beruházások. Inkább teljesen más irányú beruházások voltak előtérben abban az időben. Megismételnéd, mert ez, hogy mondjam, sokakat érdekelne. Hát ha a látványosságot olyan szempontból értjük, hogy föld feletti beruházások, akkor is csak részben igaz, és majd mindjárt mondom, mert egyértelművé vált számomra, és nem csak én számomra, az önkormányzati testületben is nagyon sokan így vélekedtek, pártállástól függetlenül, hogy Miskolc városában az infrastruktúra elhanyagolt állapotban volt a rendszerváltozás idején. Ezért nagyon fontos feladatunknak tartottuk, én magam is, hogy az infrastruktúrális beruházások kapjanak elsőbséget, több oknál fogva, mert az életkörülményeit javítja az itt élőknek, és a befektetőket számára is vonzóbbá teszik a város. Ezért aztán építettünk rengeteg vízvezetéket, szennyvízvezetéket, gázvezetéket, utakat, és az ország elmaradott infrastruktúrális városából 2002-re tulajdonképpen az ország egyik leginfrastruktúrával legjobban ellátott településévé vált Miskolc. És ennek eredmény is volt. Nem, de nem csak a gazdaságpolitikában és a külkereskedelemben vagy járatos, a történelemben is. És én emlékszem, hogy neked a szíved csücske volt mindig is a diósgyőri vár. Mi a véleményed róla, hogy a mostani fejlesztések azok beleillenek a jellegi helyzetbe, vagy túlnőttek a látványtervek? A diósgyőri vár rekonstrukció elindulásának én örültem, és örülök ma is. Azonban hát bejött ez a pandémia, tehát ez a járvány, ez azonban a helyzetet megváltoztatja. Ma én úgy gondolom, bármennyire is fáj esetleg a szívem csücskének, hogy a diósgyőri vár rekonstrukciója kárt szenvedhet, de azt kell mondanom, hogy én úgy ítélem meg, hogy fel kellene függeszteni arra az időre, amíg az itt élők helyzetét stabilizálni tudjuk, és minden anyagi erőforrását és erkölcsi erőforrását, szellemi erőforrását ennek a városnak az itt élők helyzetének megszilárdítására kell fordítani. És utána folytatjuk a vár rekonstrukciója természetesen. Volt egy érdekes megjegyzésed ott a technika házában, hogy nem ördögtől való a peremrészek felső Alsó-Zsolca városhoz csatolása. Már a 30-as években is mondtad, hogy Miskolcot, mint kereskedelmi és ipari centrumot, a régiót meghatározó településeként tartották számon, Kassától Krakkóig és Lembergig. Ezt fenntartod, vagy? De most is azt mondom, hogy érdemes lenne a Miskolcon és a Miskolc környéki településen élőknek megfontolniuk, hogy egy nagy Miskolcot alakítsanak ki, hogy ezt most közigazgatásilag vagy egyéb jellegű társulási formában, az egy részletkérdés. De azért, mert én úgy ítélem meg, hogy a nemzetközi versenyben levő pozíciókat úgy tudjuk erősíteni, hogyha a tőkét koncentrálni tudjuk. Na most Borsod-Abaúj-Zemplén megye eléggé elaprózott településekből áll, 360 valahány településből, még például Hajdú-Bihar megye 50 valahány településből, és ott Debrecennek sokkal nagyobb a tőke koncentrációja, tehát sokkal inkább tudja a pénzeszközöket megszerezni, fejlesztésekre fordítani, még Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a rendelkezésre álló pénzek elaprózódnak. Ezért ma is úgy gondolom, hogy célszerű vagy észszerű lenne
megfontolni azt, tárgyalva természetesen a környező települések vezetőivel, a polgárokkal, ez egy elég komoly lehet, hogy több éves társadalmi vitát is jelent, de érdemes megpróbálkozni vele, mert a tőkekoncentrációval sokkal előnyösebb pozícióba tudnánk lavírozni, hogy úgy mondjam, az önkormányzat és ennek a térségnek a hajója. Mondjuk ki őszintén, ez bizonyos egzisztenciális problémákat is felvetne, mert nyilvánvaló, hogy azok a polgármesterek, meg azok a vezető személyiségek, akik most ott az első emberek, nem nagyon örülnének egy ilyen koncentrációnak, de hát a közösség érdekeit nézzük, akkor teljesen egyet kell érteni a te koncepcióddal. Én azt mondom, hogy olyan megvalósítást kell favorizálni, amelyben ők is érdekeltek. Tehát azért egy hosszas, konszenzusos folyamatnak kell megelőznie a tényleges létrejöttét a dolgoknak, mert őket is érdekelni kell tenni. Tehát érezzék azt a Miskolc környéki települések, hogy fontosak, talán még fontosabbak, mint korábban voltak, és céljaikat jobban meg tudják ők is valósítani. Tehát ez egy érzékeny terület, én ezt nem vitatom, de a fejlődés érdekében, nem csak Miskolc fejlődése érdekében, hanem Miskolc és környékének fejlődése érdekében célszerű ezt legalábbis átgondolni és komolyan megvitatni. Ne az érzelmek vezéreljenek ezen az úton bennünk. Mint külkereskedő is, mint volt külkereskedő, mert mint gazdaságpolitikus, nyitottál több irányban, nyugatra, keletre. Én emlékszem, hogy nagyon jó kapcsolatokat tápoltál a Kassa első emberével, aki később köztársasági elnök is lett, meg a Aschaffenburggal is. Tart ez a kapcsolat most? Vagy te úgy látod, hogy ez kicsit koronáltatott? Tehát ugye Schuster Rudolf, aki Kassaváros főpolgármestere volt, ő is nyugdíjas éveit tölti. Szoktunk találkozni, ha nem is gyakran, ritkán, de azért tudunk egymásról és találkozunk egymással. A Aschaffenburggal a kapcsolatom nem annyira aktív, hogy így mondjam, mint a kassai volt főpolgármesterrel, de a lényeg az, hogy egy protokoláris kapcsolatrendszert, ami Kassát és Miskolcot jellemezte az 1990-es évekig, kettőnknek és a mögöttünk álló önkormányzati testületeknek sikerült megváltoztatni. Tehát megindult a gazdasági kapcsolatrendszer a két térség között, megindult a kulturális kapcsolatrendszer. Én büszke vagyok arra, hogy Trianon után először egy volt felvidéki, ma szlovákiai város, Kassa és Miskolc egy közös történelemkönyvet tudott kiadni. Ebben nagy szerepet játszottak a kassai polgárok és a miskolci polgárok, hogy például Kassán a Trianon óta soha nem volt olyan, hogy egy magyar polgármester kassa fel a főtere. Schuster Rudolf erre kért meg, mikor elkészült a kassai főtér, hogy én, mint Miskolcváros polgármestere, avassam fel a főtere. Tehát voltak gesztusok, de voltak tényleges dolgok is. A másik dolog, amit felvetődött Kassa és Miskolc között, hogy az Európa Unióba való lépésünkkor jó lenne, ha ennek az európai térségnek egy Kassa-Miskolc tengely játszaná a vezető szerepét a gazdaságban, a társadalomban egyaránt, és erre fogékony volt a kassai főpolgármester is, és ezen az úton indultunk el, hogy megvalósítsuk. Ezért erőltettük a Kassa-Miskolc közötti autópályának a megépítését, amit 1999-ben sikerült felvetettünk az Európai Unió TINA programába, és ma már ugye megvalósulás alatt állnak, hát sok időnek kellett eltenni, de az alapokat ehhez akkor raktuk le, és erre is büszke vagyok, Schuster Rudolfal együtt. Tehát igen, Miskolc akkor én úgy gondolom egy olyan szerepet tudott felvállalni, ami predesztinált arra, hogy ennek az európai térségnek az egyik vezető erejévé váljon. Nagyon sok üzletet, áruházat, boltot avattál fel, de említetted nemrégiben, hogy nagyon, nagyon szerettél járni az üzemekbe is.
találkozni az ottani vezetőkkel, és van-e olyan üzem, vagy üzemegység, amely a te idődben telepedett meg Miskolcon? Hát tulajdonképpen jó hír az, hogy igen, van, több is megtelepedett, jelentősebb termelő tevékenységet végező cég, és ugyanakkor a szolgáltató szektorban és a kereskedelemben is települtek be cégek, nem csak külföldiek, de magyar cégek is települtek be. Tehát a városban kialakítottunk egy olyan gazdasági környezetet, vagy igyekeztünk kialakítani, ami kedvezett a befektetéseknek. Az én polgármesterségem idején települt be a városba, a Simba 998-ban, ugyanakkor a Delkoremi, a Rosszmuld, a Bosch, és ezek még ma is itt vannak. Ez is egy nagy szó, mert sok helyen már ezek elköltöztek, ugye ezek a betelepült termelő egységek, de úgy látom, hogy megtalálták itt a számításukat, illetve megfelelően képzett munkaerő állt rendelkezésre. És kiemelném a Bosch olyan szempontból, hogy a Bosch nem csak termelhet ma már, hanem ugye a Műszaki Egyetemre, illetve az Miskolc Egyetemre alapozva itt folyik a kéziszerszámoknak a tervezése is, tehát itt komoly hozzáadott értéket is előállítanak a miskolci Bosch üzemek. És ez a gazdagodás forrása. Hát minél nagyobb a megtermelt bruttó hazai össztermékben a hozzáadott érték, annál gazdagabbá válik az ország. Miskolc ilyen szempontból mintaadó is lehet az ország számára, hogy olyan ipar fejlődjön ebben az országban, amelyik szellemi terméket is képvisel, saját szellemi terméket is képvisel. Mert ez a gazdagodás. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon odafigyeltél a tanácsadóidra, állandóan nyitva volt tulajdonképpen az ajtód, és ha jól tudom, Jolika nem őrzött úgy, ahogy kellett volna, mert akkor is bekapcsolt, amikor éppen a legelfoglaltabb voltál, és jut eszembe egy régi történet, lehet, hogy te már nem is emlékszel rám, óriási árvíz volt Magyarországon, és én reggel nekem eszembe jutott, hogy mi lenne az, hogyha Miskolc elhalasztaná az augusztus 20-ai tűzijátékot. És te 9:30-kor ezt közzétetted az országba először, hogy ezt a pénzt az árvízkárosultak javára felajánlod. Délután 13:30-kor már a kormány ugyanezt bejelentette, hogy ők is, a Budapest is. És nekem nagyon tetszett az, hogy fogékony voltál, minden tanácsra, jó tanácsra, és mindenkit meghallgattál. Nézd, én abból indultam ki, hogy egy város, hogy Márai mondta, nem csak kőből áll, ugye? Igen. Hanem elsősorban emberekből áll. Tehát az emberi, a humán, az emberi oldalt, a humánumot kell egy önkormányzati testületnek elsősorban képviselni. És ha az emberek bajban vannak, akkor kutya kötelessége a városnak mindent félretenni, és az embereknek a javát szolgálni, megszilárdítani helyzetüket, és a kétségbeesésüket a lehető legalacsonyabb szintre szorítani. Számtalan olyan intézkedést vezetett be akkor Miskolc város önkormányzat, amikor polgármester voltam. Hát igen, az árvíz az egy helyzet, az egy kényszerszülött helyzet természetesen. Van, aki az árvíz helyzetet arra használta, hogy ellopja a 19. századi árvízi emlékműnek a bronz reliefjeit, mi önkormányzat arra használtuk fel, hogy az embereken segítsünk. A másik az, hogy azért, és mi mintaadók voltunk a kormány számára, de mintaadók voltunk a kormány számára akkor is, mikor az országban először Miskolcon vezettük be a 65 éven felüliek ingyenes tömegközlekedését, mert addig csak a 70 évesek. Na de ezt nem úgy tettük, mint a népi demokráciában, hogy oda telefonáltunk a közlekedési vállalatnak, hogy holnaptól a 65 év felettiek is ingyen utaznak, hanem kifizettük a közlekedési vállalatnak azt a bérletösszeget, amit ugye a 65 év felettiek ingyen vettek igénybe. Ugyanúgy bevezettük néhány évvel később az általános iskolák alsó osztályosainak ingyen utazását a miskolci tömegközlekedési eszközökön. Nem tudom, hogy ez még megvan-e a Miskolcon, de amíg én polgármester voltam, ez él, és ez így volt. Tehát többször próbáltuk az embereknek
a mindennapjait valahogy le, tudni kell azt, te is tudod, Pista, hiszen is érted Miskolcon, hogy Miskolcot a rendszerváltás borzalmasan érintette. Emberi tragédiák egész sora jött létre, tehát itt amit lehetett menteni, azt menteni kellett az emberi szempontból. Tehát igyekeztünk, és az önkormányzat azért most ellenzék ide, meg kormányoldal oda, ebben azért egységes volt, hogy az embereket a helyzetükben stabilizálni kell, és lehetőleg meg kell úrni őket a legrosszabb dolgoknak. Milyen volt a kapcsolatod a képviselőtársakkal, az ellenzékiekkel és a saját pártbéli társaiddal? Hát, ugye egyrészt a kormányoldal, meg hát az engem támogató oldal, meg az ellenzék oldal, hát nyilván vitatkozott. Na, de ez a jó. Hát milyen egy fejlődés nincs vita nélkül. Tehát ha diktátummal akarom a fejlődést elérni, annak előbb-utóbb rossz vége lesz. Tehát igen, vitában, a viták tüzében jön a fejlődés, és alakul a város is, de az ország is csak úgy tud alakulni igazából. Tehát ilyen szempontból én ezt természetesnek tartottam. Ez nem jelentett rossz viszonyt köztem és a mindenkori ellenzékem között. Ugyanakkor az ellenzék minden jó javaslatát befogadhatónak tartottam. Kérdezzél meg bármelyik ellenzéki képviselőt nyugodtan, akik akkor voltak akármelyik ciklusomban ellenzékben, mindig befogadtam, és ha a városnak és az ott lakóknak az érdekét szolgálta, akkor azt beépítettük a költségvetésbe, vagy egyéb önkormányzati rendeletekbe, szabályozásokba. Én úgy gondolom, hogy nyitott voltam, de ezt ők tudják a legjobban megítélni. Megerősíthetem, előtted volt a vendégem a dr. Simon Gábor, aki elmondta, hogy abban az időben is voltak, kemény viták voltak, harcias fellépések voltak egymás ellen, de ez csak addig tartott a közgyűlés végéig, utána elmentek együtt sörözni, elmentek együtt futballozni, és hogyha valaki úgy gondolta, hogy éppen akkor főtt le a pálinkája, akkor behozta és megkínált mindenkit vele. Tehát teljesen más volt a társas kapcsolat, más volt a nexus, és ennek az élén ott voltál te. Úgyhogy megérkíthetem. Nyilván a polgármesternek egy erőteljes kiállása kellett, de olyan bajba volt a város, hogy nem tehetjük azt meg. Több okból, hogy a ellenzékkel ne lépjünk koalícióra. Ezért 94-ben azóta sem jött még létre olyan nagy koalíció, mint akkor. A közgyűlésben szinte nem volt ellenzékem. Ugye akkor 40-valahány fős volt, már pontos számra nem emlékszem a közgyűlés, és egy 8 fős SZDSZ frakció volt az ellenzék. A többiek a polgármester háta mögött álltak, és biztosították azt, hogy a nagyon fontos és szükséges, az emberek érdekében szükséges változásokat végrehajtsuk. És én úgy gondolom, el is indultunk ezen az úton, és konzekvensen végrehajtottuk. Ennek az együttműködésnek köszönhető különben az, szintén az országban először Miskolc városa megalkothatta a stratégiáját, ami ugye középtávra vonatkozott, hogy abból az áldatlan helyzetből, amiben a rendszerváltással kerültünk, ez a város kiemelkedjen, kijöjjön. És ebben szinte az egész közgyűlés felsorakozott, ez egy óriási erőt adott nekem is, hogy ezeket a változásokat az önkormányzat képviselőtestületével megvitatva ebben a városban elérjük, bevezessük. És ennek eredményei voltak, hiszen 97-ig tartott az a nehéz leépülési szakasz Miskolcon, és 97-től, miután a stratégia megszületett, érezhetően indult el a városnak a társadalmi és a gazdasági fejlődése. Ekkor települt be a városba Simfa, a Delkor, amilyen rosszul mondtam, a Bruderhaus-t akartam mondani, de az egy régi kooperáció volt nekem, a Bosch, tehát az is akkor települt be, és emellett
97 és 2002 között 5000 fővel tudtuk csökkenteni a munkanélküliséget. És plusz 5000 fős munkahelyet tudtunk teremteni, amik főleg már az én polgármesterségem után jöttek létre. Tehát elindult egy prosperitás. Én csak egyet sajnálok, hogy én nagyon szerettem volna, hogyha az utánam jövő képviselők is, amikor én már nem vagyok polgármester, ezt az utat folytatják, de én egy megtorpanást láttam. A okát nem tudom, tehát nem elemeztem még igazából, de történt egy megtorpanás, és igazán még nem ocsúttunk fel ebből, pedig a város számára nincs más lehetőség. Tehát itt kézbe kell venni ezt a dolgot. Én javasoltam mindegyik utódomnak különben, hogy mivel az állami pénzek, akkor még nem volt ugye uniós pénz, mikor én polgármester voltam, csak nagyon korlátozottam, de mivel az állami pénzre nem igen lehet számítani, vagy éppen nem arra a célra adják, amire Miskolcnak, vagy nem csak arra adják, amire Miskolcnak szüksége van, és miután már beléptünk az unióba, sem mindig arra a célra jött a forrás, amire többek között kellett volna, hogy a városban induljon el a forrásteremtő városgazdálkodás. Minél jobban csökkentsük függőségünket az államtól, és abban az esetben nem azt kell tenni, hogyha nem jön az államtól a pénz, széttárjuk a kezünket, hogy nincs pénz, nem tudom mit csinálni, hanem igen, saját forrásokban részben kompenzálni tudjuk az állami pénzek kiegészítését. Ezt ma nem látom, vagy azóta sem látom, hogy ezt megfogadták volna, pedig nagyon fontos lenne. Minden rendelkezésre áll hozzá a városban, megvan a szellemi kapacitás, ott van a holding, amely részben átalakítható, átállítható erre a feladatra, tehát tőke is csoportosítható működik, és hogy ez a folyamat egyre inkább kiteljesedik, annál inkább nő a forrásoldal, amit be lehet majd csatornázni a város költségvetésébe, és abból olyan dolgokat, akár működési dolgokat is megfinanszírozni, aminek a városnak szüksége van. Elnézést, de van néhány projekt, amit úgy csak úgy gyorsan megemlítek, ami hozzá közel állt, Virágóra. Hát ez egy apróság volt, ez inkább, hogy a közérzetünket javítsa. Ez sem a kis ügyen volt. Szerintem, ha elmentünk tőlünk nyugatra, órát lehetett látni. Én az ötletet Genfben láttam meg, és hát onnan vettem át, hogy na, legyen egy ilyen, és akkor a polgárság össze is jöhet, ugye padokat tettünk ki, találkozunk a polgárság, beszélgethet egymással. Ugyanakkor egy látnivaló is egy kellemes rész. Megvan még a Virágóra, nem tudod? Mert én most úgy látom, hogy hol van, úgy látom, hogy hol van, hol nincs. Aha. Tavaly úgy azt hiszem, hogy volt, úgy emlékszem. De tavaly előtt nem láttam, de elvileg van. Aha. Már hirtelen kíváncsi lettem, hirtelen. A másik, ami szintén a te projekted, és nemrégében írtam róla, és óriási érdeklődést váltott ki, és mikor le akartuk fényképezni, tudod, miről van szó, a polgármesteri láncról. Azt is te valósítottad meg, visszahoztad a divatba hoztad, és elkezdtük keresni gyorsan, mert én megírtam a cikket a te elmondásod alapján, aztán megtaláltuk. Elmondanám még egyszer mindenkinek, hogy is jutott ez eszedbe, és végül ki csinálta meg. Állítsunk emléket annak a ötvös mesternek. Igen. Hát ugye ez azért tartottam szükségesnek, nem azért, hogy magamra egy ilyen elég kényelmetlen láncot aggassak, hanem mivel elkezdett nőni a városnak a presztízse, felföldön és külföldön is, én úgy gondoltam, hogy ez bizonyos fokig külsőségekben is meg lehetne jeleníteni. Ugye ennek a legelfogadottabb módja a polgármester lánc. Ha volt igen ilyen Miskolcon, azt mi nem lehetünk fel, ezért úgy gondoltam, hogy csináltassunk egy olyan láncot, és Varga Éva szobrászművész tervezte meg, ugye a tarsói tarsólemeznek a elemeit felhasználva, és a Csótai János ötműsművész, József elnézést, Csótai József ötműsművész
videlezte ki, ő valósította meg. És azóta van a város kötős lánca, ilyen polgármesteri lánca, és azt hiszem, hogy Káli polgármester úr alatt még szabályzatot is hoztak, én még olyan azt nem hoztam, de ők már meghozták azt a szabályzatot, hogy milyen esetekben hogy lehet viselni, hogy ugye ne váljon méltatlan meg a dolog. Nagyon helyes. De emlékszem, a te méretedre készült. A te olyan méretre készült, hogy nekem is jó legyen. Igen. De ha valaki nem, ezt lehet egy szűkíteni. Tehát úgy alakítottuk ki, vagy alakították ki, tervezők, erre a méretre tudod, mi jutott eszembe, különben. Mikor először bementem alpolgár, vagy önkormányzati képviselőként a Városházába, ugye el kellett mennem a mosdóba. Én egy majdnem két méteres fazon vagyok, a piszóvár az olyan lent volt, mint ha óvodás gyerekeknek csinálták volna. Csak ez jutott eszembe, a piszóvár biztos nem az én méretemhez volt. Készítve, csak úgy mondom. De nem készült, nem készítettél maradnak egyet. Nem. Jártál, mint a polgármesterén. Értem. És a bútorzatok is alpolgármesterként azok maradtak végig nekem, illetve hát nem teljesen végig, amit a Székely László tanácselnök helyettes szobájában volt. Később lecseréltem, a színházból volt egy félredobott díszlet, amit már nem használtak, asztal és két fotel, ilyen nyakú fekete színű, megkértem a színházigazgatót, hogy megkaphatnánk-e, és akkor fel is újítottuk, és a íróasztalon pedig a Városháza valamelyik osztályán volt egy régi, feketére festett íróasztal, meg szekrény, és azt tetettem az alpolgármesteri szobába, de nem vásároltam útat. Polgármesterkoromban kezdtem azzal, ami Csoba Tamásnál volt, aztán később, amikor az már kikopott, akkor vettünk egy újabb íróasztalt talán nem, de fotelt és kanapét, azt igen. Te fedezted fel, azt hiszem a dr. Szabó István őrizte a kulcsát, volt egy város kincses ládája, az egy szekrény volt. Azt hiszem elmondtad a múlkor, hogy mi mindent láttál abban. Remélem, hogy megvan még mai napig. Hát nem Szabó István őrizte a kulcsot, hanem a mindenkori pénzügyi osztályon volt, annak a lemez páncél szekrénynek a kulcsa. A figyelmemet különben a pénzügyi osztályvezető hívta fel rá. Árvaszéki hagyaték volt benne, ugye, hogyha úgy hunytak el ebben az országban, hogy nem volt örökös, akkor a városra szálltak ezek a dolgok. Árvaszéki hagyatékok, illetve régi részvények voltak benne. Ezt őrizték, hát közjegyzői leltár van róla, én gondolom, hogy megvannak. Tehát bízom benne, hogy ma is megvan. Egy részét a polgármester szobájába vitrinekbe kiállítottam, amikor polgármester voltam, és nagyon, nagyon szép hagyatékok voltak, 17. 18. századi függők, ilyen zsidó liturgikus tárgyak, mint a Szumin vagy Tóra olvasó, egyebek. Tehát Augsburgi újagos kehely a 17. századból. Tehát tényleg egy nagyon érdekes dolog, muzeális darabok, és én azt akartam, hogyha valaki eljön Miskolcra, és oda téved a polgármester szobájába, akkor hát egy kis izenítőt kapjon ebből a dologból is, tehát a milliót egy kicsit. Négy óta készülök egyébként ezt megnézni, remélem egyszer megadatik nekem is, hogy lássam, hogy mi van abban a szekrényben. Elengedélyt kérni, és a polgármester úr engedélyezni, mikor hát, reméljük. Szándékosan nem hozom szóba a déli lapot, azt ugye meg fogja érteni mindenki, mert abban mind a ketten kicsit elfogultak vagyunk, ugye, a déli lap kérdésében, túl sok volt a tanácsadó, aki ezt mondta, azt mondta, ezt ajánlották, hát végül mindenki tudja, hogy teljesedett ki a sorsa a déli lapnak. Végül utoljára egy dolgot megkérdeznék egy babonáról. Ugye te két, igen, azt mondja, három választást értél meg. Igen. Mind a polgármesterünk. És az volt a babona, hogy a választások előtti napon, az utolsó napon érdemes volt az íróasztalát mindenkinek kiüríteni. Te megtetted minden esetben azt? Nem. Én nem. Én ezzel
Annak idején Csaba Tamás levelet írt különben mindenkinek, hogy azért szálljon magába, és gondolja át. Bizonyos fokig volt ennek értelme, azért olyan szempontból, hogy gondolkodjon azért mindenki a múlton, de én inkább a megbékélés felé mentem. Tehát ez az én habitusom is különben. Nem elfelejtve persze az elkövetett dolgokat, de a városnak ahhoz, hogy fejlődhessen, szüksége volt arra, hogy az a régi nomenklatúra részben részt vegyen még a város ügyeinek intézésében, akik ugye hát a népi demokráciában szeretet vállaltak. És mindig édesapámnak egy mondása jutott eszembe, egy görög mondás, hogy magyarul úgy hinzik, hogy teli hordót nem gurítanak ki a pincén. Mindig figyelmeztetett erre az édesapám. Ami azt jelentette, hogy amíg a tudást nem vesszük át ezektől az emberektől, pedig miért kell őket páros lábbal kirúgni? Én ezzel nem értettem együtt, hát szükségünk van arra a tudásra. Én is vállalati szférából jöttem, ami egy teljesen más világ, mint egy közigazgatási világ. Tehát nagyon meg kellett tanulni azt, hogy mi van, és Csaba Tamásnak is becsületére legyen mondva, ketten együtt éjfélekig bennmaradtuk, és tanultuk, mert meg kellett tanulni különben, nem értettünk volna hozzá, és becsületünk sem lett volna a hivatal előtt. Én úgy gondolom, hogy a hivatalban a polgármesterségemet, most a szakmáról beszélek, és nem politikáról, azért döntően elismerték az ott dolgozók. Tehát ennek számos jelét tapasztaltam, de én úgy érzem, erélyes ember voltam, biztos sokat vitatkoztam velük, és bizonyos szempontból az akaratomat, illetve a közgyűlés akaratát ugye érvényesítenem kellett, de én úgy gondolom, hogy a viták ellenére az egy építő jellegű munka, és szívesen is csináltam. Kedves polgármester úr, kedves Tamás, nagyon köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt. Végül tőled azért megkérdezem, neked is van valami kérdésed? Nincsen kérdésem, hát személyes kérdésem lenne, de ez most nem egy személyes műsor. Jól, hogy családod rendben van. Rendben van, köszönöm szépen, és örültem, hogy találkoztunk, és így maszk nélkül, és hát előre elnézést kérek, időnként bemozdult a kamera nálad, és a hangminőség volt. A hangminőség volt tökéletes. Úgyhogy. És hát én azt kívánom neked, a családodnak is, hogy a jó Isten áldjon meg, tartsa meg az egészségedet mindannyiótoknak. És hát remélem, hogy még számos éven át. Vírusmentes hosszú életet. Úgyhogy Isten áldjon. Isten áldjon. Köszönöm szépen, Tamás, a beszélgetést. Én köszönöm.